Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy hétvégi szerelmi jóslás. Freitag, péntek, Samstag, szombat, Sonntag, vasárnap. Itt a kártyák mutatják azt, hogy mi történik pénteken. Milyen az energia, hova kellene odafigyelni. Mi történik pénteken. Itt látható ez a férfi. Ez utal a férfiakra, vagy jelenti a te lelki társadat. Ahogy látható a képen, ő nagyon óvatos. Látja a veszélyt, védi magát, nem rohan el az események elől, hanem kimutatja a bátorságát. De itt érezhető a veszély, hogy valaki támadja őt, vagy vannak kihívások, és a kezében van a kard. Ezzel el tud bizonyos dolgokat vágni. Tehát le tud zárni egy helyzetet, vagy egy bizonyos kapcsolatot. Itt az ő környezetében megjelenik az ördög. Ezt nem szó szerint kell venni, de mégis legyünk óvatosak pénteken, hiszen ez az ördög jelenthet egy hamis szemét, vagy azt, hogy valaki megpróbál becsapni téged, vagy hazudozik. Különösen ez a férfi, tehát inkább a lelki társad, akire az ördög most kihat. Ez az ördög lehet egy negatív gondolat is, mint például, ó, ebből úgysem lesz semmi. Vagy lehetnek negatív érzelmek, félelmek, vagy bizonytalanságok, vagy féltékenység. Mindez korlátoz. Ezért ezeket a negatív dolgokat le kell zárni. Ez a férfi odafigyel erre, tudatában van ennek, és mi fog történni? Igen, lezárja. Hiszen itt is látható, itt az előtérben ez a kehely, ami jelenti az érzelmeket, de itt inkább a negatív érzelmekről van szó, csalódásokról, könnyekről, vagy féltékenységről, vagy félelmekről, de ő útban van egy más irányba, lezárja ezeket a hamis kapcsolatokat, lezárja ezeket a negatív érzelmeket, akkor is, ha ez egy kihívás számára, de ő szembenéz az eseményekkel. Szombat itt látható. Újra az aranykehely, sőt, itt is megjelenik. Itt is érzelmekről van szó, de nem a negatív érzelmekről, mint például féltékenységről, vagy félelmekről, vagy bizonytalanságokról, hanem szombaton már érezhető az új irány, sőt, itt vannak a megújulások, hogy ő a pozitív érzelmeket akarja élni. Itt vannak az álmok, a vágyak, az elképzelések, a bizalom, a szeretet, a szerelem, sőt, ilyen szeretettel, szerelemmel közeledik hozzád, megérint téged, kimutatja az érzelmeket. Egészen másképp hatnak itt a kártyák szombatra, mint ahogy pénteken ez érezhető volt. Vasárnap itt látható. Ha te egy hölgy vagy, akkor szimbolikusan te vagy látható itt a képen. Újra a kehely. Tehát érzelmekről van szó. Légy visszahúzódó, légy inkább olyan titokzatos, nem kell tenned semmit. Ez a férfi útban van hozzád, és kimutatja az érzelmeit. Sőt, itt fest egy képet rólad. Ez lehet egy művészi terület, de szimbolikusan jelenti az ő elképzeléseit. És itt vagy te ezen a képen.
tehát rólad álmodozik, veled tervez együtt valamit. És itt a föld eleme, amire ez az érem utal, jelenti a biztonság érzetét, jelent reális dolgokat, vagy hogy ezeket az álmokat, terveket meg lehet valósítani. Itt festi a képet, ez az elképzelést, ez megvalósul. És itt van az irány, tehát ő irányítja majd a dolgokat, és majd minden úgy lesz, ahogy ő ezt elképzeli. De az ő álmaiban, elképzeléseiben megjelensz itt, mint egy királynő. És ez volt a hétvégi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!